Az elhangzott információk szerint érdemes lesz odafigyelni a következő évadra is a Gárdonyi Géza Színházban. Minden bizonnyal hasonló sikerekről tudunk majd számot adni a munkájuk kapcsán. Mint ahogy most is egy sikeres kapcsolatról tudunk beszámolni, sikeres fél évet zárt a főiskola és a Microsoft együttműködés. A témában pedig stúdió vendégünk dr. Kovács Emő tanszékvezető, főiskolai docens és Orosz Gábor a Microsoft diáktanácsadója. Köszönjük, hogy befáradtak a stúdióba. Talán legelőször tekintsük át, hogy milyen múltra tekint vissza ez a kapcsolat. Mi történt eddig a főiskola és a Microsoft között? Én is köszöntöm a nézőket, és nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a főiskolák között szinte egyedülállóként a Microsoft hamar fölismerte, hogy Egerbe komoly lehetőségek vannak, és több mint két évvel ezelőtt kialakult ez a kapcsolat. Elsősorban akkoriban támogatást kaptunk tőlük, és a hallgatókat tudtuk a Microsoft segítségével ingyen szoftverekhez juttatni. Ez volt az úgynevezett MSDNA szerződés. Az igazi áttörés akkor jelent meg, amikor a úgynevezett diáktanácsadói rendszert kialakította a főiskolánkon a Microsoft, és hát ennek a vezetője Orosz Gábor, aki itt ül mellettem, aki most végzett a programozó matematikus szakon. Úgyhogy, Gábor, mi volt a lényeg ennek a Microsoft diáktanácsadásnak? Hogy működik ez? Ennek a Microsoft diáktanácsadásnak, amikor én ezt elkezdtem, akkor a főiskolával és a Microsofttal igazából egy közös tervet dolgoztunk ki, három pontot, ami leírta azt, hogy mi lesz nekem a legfőbb feladatköröm abban a pár hónapban, amit én itt el fogok tölteni ebben a pozícióban. A három legfontosabb pont az volt, hogy először is a kommunikációnak egy teljesen új formáját terjesztük el a főiskolán, eddig egy teljesen ismeretlen formáját, tehát nem szerettük volna azt, hogy a kommunikáció megragad a Microsoft és az Eszterházy Károly Matematikai és Informatikai Intézet tanszéke között, hanem szerettük volna ebbe a kommunikációba bevonni egy új felet, ez a fél a hallgatók fele lett, tehát a hallgatóknak a véleményére voltunk kíváncsik, hogy ők hogy szeretnék ezt a programot, hogy milyen lehetőségekkel szeretnének gazdagodni ezáltal a program által. Hogyan történik ez a bevonás? Milyen ez a bevonás, igazából a bevonás legfőbb része én vagyok. Én egy hallgatója voltam a főiskolának. A hallgatókkal a többi hallgató nyilván sokkal közvetlenebbül kommunikál, elmerik mondani a véleményüket, elmerik mondani azt, hogy mit szeretnének, amit esetenként egy oktatónak nem mernek elmondani. Ezáltal kötetlen programokban, egy kötetlen üdítőzés közben sokkal inkább elő fognak jönni ezek a vélemények, mint esetleg egy hittem, hogy ezzel az jár, hogy webben keresztül, vagy elektronikus úton levelezéssel tartanak állandóan kapcsolatot. Természetesen erre is van lehetőség, hogy elektronikus úton, vagy telefonon bárki bármilyen információt kérhet tőlem, és bármikor megkereshet így, de én személyesen is szeretek mindenkinek a rendelkezésére állni. Én jobban szeretem a személyes utat. Szerintem az a kommunikációnak a lehető legközvetlenebb formája. Tanár úr, mit jelentett ez a kapcsolat a tanítás szempontjából? Hogy látja a hallgatókon ezt a Microsoft kapcsolatot? Mit változtatott? Mennyire segítette az elmélyültségüket, fölkészültségüket? Hát először Gábor személyéről szeretnék annyit mondani, hogy benne sikerült megtalálni azt az embert, aki tudta katalizálni ezt a jól induló kapcsolatot, mert a Microsofttal megvolt nekünk a jó kapcsolatunk. Ebben a műsorban is már beszéltünk a technológiai napokról, a tech day-ekről, amit évente négyszer rendezünk meg, és az egyik nap a Microsoft technológiák köré csoportosul. De hogy minél több hallgatót tudjunk bevonni ezekbe a rendezvényekbe, hogy minél több hallgató megismerhesse ennek a technológiának az előnyeit, ehhez szükség volt egy olyan csapatra, aminek a vezetője Gábor, akik tudták katalizálni ezt a folyamatot. Tehát ők abban tudtak segíteni, hogy több hallgatót sikerült a rendezvényekre megmozgatni, több hallgatót sikerült elérni a MSDNA programban, amivel sikerült a hallgatókat szoftverekhez juttatni, sőt, elmondhatom, hogy a középiskolák felé is sikerült nyitni, és nem csak a gyakorlóiskola, amelyik egy természetes partnerünk, hanem mondjuk a Neumann János Gimnázium, vagy a Wigner Jenő szakközépiskola felé is. A hallgatóknak ez milyen előnyt jelent ez a Microsoft kapcsolat? A hallgatóknak rendkívül sokféle előnyt jelent ez. Igazából ez volt a programunk második pontja, hogy szerettünk volna egy olyan programot kidolgozni, hogy a hallgatókat egészen onnantól, hogy ide kerülnek a főiskolára, egészen addig, amíg végeznek,
ellássuk mindenféle támogatásokkal. Első lépés az, hogy szoftvereket adunk, amik a munkájukhoz kellenek. Itt értve mondjuk a Windows XP-t, vagy a Windows legújabb változatának, a Vista-nak a magyar változatát, vagy a programozáshoz nélkülözhetetlen Visual Studio-t, és még ezen kívül nagyjából 100 Microsoft szoftvert lehet elérni teljesen ingyenesen és legálisan. Meglehetősen drágán. Mondtuk ezt akkor, mert elsikadt a lényeg. Mert én arra gondoltam, hogy hogy lehet a hallgatókat ellátni, hát hiszen nem olcsók ezek a szoftverek. Egyáltalán nem olcsók ezek a szoftverek, viszont ennek a programnak a keretén belül az intézetünk hallgatói ingyen és legálisan juthatnak ezekhez hozzá. Mindössze egy regisztrációra van szükség, ami 2 percet vesz igénybe az idejükből. Ráadásul, ha én jól értem az információkat, az lehetőséget nyújt ez a kapcsolat versenyen való tudásmérésre is. Jutottak el Egerből fontosabb versenyekre? Igen, mit tart legfontosabbnak ezek közül? Az országban 2 nagy Microsoftos verseny volt. Az egyik a nemzetközi szintű Imagine Cup, aminek a világdöntője idén Koreában lesz. Ez igazából egy annyira nagy méretű verseny, hogy ezen világszintjén nagyjából 100 000 hallgató indult el idén. Ezek közül összességében 994 hallgató indult el Magyarországról, és ebből nagyjából 150 Egerből. Tehát elmondhatjuk, hogy a régióban rendkívül szép a száma az egri hallgatóknak. Tudták-e mérni a különbséget, hogy egyetemek mennyire vannak előttünk? Ez mindig szóba kerül mostanában, hogy az egyetem főiskola közötti szintkülönbség. Valamennyire tudtuk ezt a szintet mérni. Abból következőleg is valamennyire a nagy egyetemeknek, mint a BME-nek előnye van, mivel ők ezen a versenyen hosszú évek óta, mivel ezt a versenyt 5. éve rendezik meg, ezáltal nekik ezek az évek nagy előnyt jelentettek, de ezt az előnyt kezdjük ledolgozni. Tehát nagyjából ugyanannyi hallgatónk indult el, mint a BME-ről, tehát elmondhatjuk, hogy Magyarországon Egerből Eger a második legaktívabb, sőt, hogyha arányait nézzük, hogy a BME-re a villamoskarra 4500 hallgató jár, Egerben meg igazából a mi célközönségünk az 330 főre tehető, akkor összehasonlítva Egerből sokkal aktívabban részt vesznek a hallgatók. És ennek az aktivitásnak meg lesz az eredménye. Tehát igazából kihasználjuk azt, amiben mindig is jók voltunk a közösségben. Tanár úr megelégedetten hallgatja a tanítványt, hogy beszámol a sikerekről, ön mennyire látja sikeresnek őket? Mire a legbüszkébb ebből a csapatból? Tehát még egyszer azt kell hangsúlyozni, hogy Gábor révén ezekhez a versenyekhez, ezekhez a lehetőségekhez, meg a Microsoft révén jobban hozzájutottak a hallgatók. És tényleg most olyan komoly eredményekről számolhatunk be, itt van előttem a neve, hogy eltéveztem a neveket, Csirmasz Péter, Turóci Attila a Imagine Cup versenyen, vagy a Microsoft Windows Web versenyen második helyzetek lettek csapatban. Tehát ez egy nagyon komoly eredmény, és a Gábor is tagja volt a Lipione Boys csapatnak, ahol pedig Hardy Krisztiánnal külön díjat nyertek, és ezen kívül sikerült a Imagine Cup-ba, amit az előbb említettem, a Petrucsi Krisztián és a Gágyor Attilának egy nagyon komoly munkát elkészíteni, és bekerültek az országos döntőbe, ott ugyan helyezés nem értek el, de sikernek számít, ha ez, hogy a verseny után azonnal állásajánlatot kaptak egy budapesti nagy hírű számítástechnikai cégnél, aminek most a nevét nem mondom, de ez talán a legfontosabb fokmérője ennek, hogy így tudták őket elfogadni, így látták azonnal, hogy ezek nagyon értékes diákok. Ezek a versenyek ezek szerint nagyba hozzájárulnak későbbi lehetőségeikhez is. Most végez Gábor a főiskolán. Igen. Milyen lehetőségeket lát? Mennyire látja azt, hogy ez a Microsoft kapcsolat, ez hozzásegíti a pályájának alakulásához? Én úgy érzem, hogy rendkívül hozzásegít engem is, és a velem együtt végzett diákokat is. A Microsofttal, hadd reklámozzam egy kicsikét magunkat, van egy gyakornoki program nevezetű programunk, amiben az a célunk, hogy nagy nevű cégekhez, most nem akarom a cégek nevét kimondani, elhelyezünk diákokat, vagy gyakornokképpen, amikor egy gyakornoki időszak alatt van lehetőségük a cég életébe belenézni, a cég munkáját követni, vagy a tehetségesebb diákokat, akik kiemelkedtek versenyeken, vagy egyéb más eredmények alapján egyből munkatársként alkalmazhatják. Ezáltal a most végzett programatosok tulajdonképpen összes tagját sikerült elhelyeznünk. És önnek?
Nekem szerint? Is, nekem személy szerint egy pesti nagy cégnél lesz a jövőm. Igen, én egy kicsit furcsán hallgatom, ezt megmondom őszintén, hogy nem mondom ki a cégnevét, mert az reklám. Én ezt információnak tekintem ilyenkor, hogyha ha valakinek a pályájához hozzásegíti. Hát de ez egy érdekes megközelítés egyébként így. Azért, elnézést, tehát itt valaki hallgatja ezt a műsort, gondolhatja azt, hogy most ez egy kicsit ilyen marketing jellegű, de... Én itt most tisztelete bejelentem, hogy nem támogatja a Microsoft ezt a műsort. Nem, ez így van, azért sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani a Microsofttal, mert ők kezdettől fogva hangsúlyozták, hogy ők nem egyedül alkodók akarnak lenni a mi képzésünkben. Azt szeretnék, hogy a nálunk a hallgatók széles spektrumú képzést kapjanak, tehát más rendszerekkel is megismerkedjenek, mert utána sokkal könnyebb dönteni, hogy miért jobb egy szoftvertermék, miért jobb egy operációs rendszer, hogyha ismerik a másikat is. Tehát ezzel az elvvel az intézet azonnal tudott azonosulni, és hát a Microsoft révén sikerült kialakítani ezt a diák tanácsadói rendszert, ami feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy ezeket a sikereket el tudjuk érni. Hát sikereket értünk el idáig, milyen lesz a jövő? Mit terveznek? Mi a következő lépés? Gábor gondolom elköszön, azt tervezi. Nagyjából én el fogok köszönni, de ez a köszönés ez nem lesz végleges, tehát egy tiszteletbeli pozícióban maradok a Microsoft diák tanácsadója. Nem ugyanolyan aktívan, mint eddig, inkább az lesz a dolgom, hogy tanácsadjak a tanácsadóknak, tehát segítsem az ő munkájukat. Ez már egy kicsikét a katedra. Igen, igen. Tehát igazából egy furcsa pozícióba kerülök, ami eddig nem létezett. Igen. A terveink az, hogy az új épületben, a felújított C-épületben ott lesz nekünk lehetőség arra, hogy helyet is adjunk ennek a tanácsadó irodának, nevezhetjük a tanácsadó csoportnak. És emellett ott lesz egy kis kabinet is, 8 számítógéppel, amit szintén a Microsoft támogatásával tudtunk megvásárolni, ahol tanórán kívül tudnak a hallgatók projektfeladatokat ellátni, programokat kidolgozni, és így tovább. Emellett, erről nem beszéltünk, Microsoft IT Akadémia is vagyunk, be vagyunk regisztrálva, ebben tanfolyamokat hirdettünk meg, ahova szintén szép számmal járnak a hallgatóink. Ez azért fontos, mert ha itt elvégeznek egy tanfolyamot, amellett, hogy kapnak egy jól használható diplomát, mellette olyan tanfolyami végzettséget is szerezhetnek, amiben még jobban el tudnak helyezkedni, könnyedében el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Hát gratulálunk az eddigi sikerekhez, és hát én kívánom, hogy a következő adásokban is hasonló sikerekről számolhassunk majd be a Microsoft kapcsolattal, és azon túl is. És köszönöm. Sok sikert az elhelyezéshez. Köszönöm szépen.